Na, szevasztok, vadak! Újra itt. Kicsit fáradt vagyok, de hát ez van. Sokan azt hiszik, hogy a pénz fánterem, de sajnos kurvára meg kell dolgozni érte. Legalábbis nekünk. Aztán vannak olyanok, akiknek nem. Mindegy, ebben nem menjünk bele. Na! Vannak rossz híreim, jó hírek, például nem fogok énekelni, az már jó hír. A rossz hír meg valakinek szintén jó hír is lehet, hát, de nem lövöm le a poént. Na szóval, itt a benzintesztünk, aminek most véget vetek. Nem történt semmi. Sima üzemanyag is. Ugye hát ezek, amik be vannak keverve, azok végképp semmi. Ugye hát, hogy mennyit vesztett az oktán számból, azt ugye én nem tudom megállapítani. Üdös benzin teljesen jó illata van. Ugye azt hiszem, hogy szeptember. Na, szóval a benzint tesznek annyi, fél évet simán eláll. Simán. Szóval itt nem kell, nem tudom, hát lehet, hogy más, amikor nem üvegben van, hanem műanyagtankban. Több levegőt kap. Itt mondjuk mindig rányitogattam a tetejét, de elvileg bajuk nincs. Sajnos, vagy sajnos. Hát én örültem volna neki, hogyha beigazolódik tényleg az, hogy legalább valamennyire fölbomlik, de nem. De visszatérve, nekem ott van a fűkaszám, abban mindig benne hagyom az üzemanyagot, és indul pöcröv, sőt, aki látta a szerencsétlen videómat, amikor beindítgattam a gépeket, hát a fűkasza indult a legjobban. Na mindegy, szóval a benzintesznek itt vége van, nem tartogatom tovább. Itt a vége, fuss el véle. Bajuk nincs. Egyelőre visszarakom a polcra. De ugye a Husqvarna olajban ugye van stabilizátor, mint adalék. Állítólag a stilolaj is tartalmaz. Ne kérdezzétek melyik. Valamelyik stilolaj tartalmaz szintén stabilizátor adalékot. Szóval aki gyári olajakat használ, elvileg nem lehet problémája, ha benne hagyja a gépbe. De aztán lehet, hogy mégis, nem tudom. De jelen ábra azt mutatja, hogy fél évig simán eláll az üzemanyag így. Azt lehet, hogy a hordozó edély számít. Ha műanyagban van, mert ugye ezek ugye minden szar műanyagtankos, lehet, hogy ott, nem tudom. Mindegy, egy szónak is száz a vége, fél évet simán kibír az üzemanyag, ha normális üzemanyagot használsz, és benne van az adalék, de most oktánszámot biztos, hogy vesztett, de azt én nem tudom megítélni így. Szóval ez van, ennek vége van. Na, hát a következő. Most jön a rossz hír. Nem lesz olajteszt tovább. Itt van a jó kis 550 XP, ami alanya volt ennek. Nem lesz tovább olajteszt, mert megy a háztól. Nem adom fel a fűrészes dolgaimat, nehogy azt higgyétek. Csak az egyik barátom kérdezte, hogy nem adnám el az egyik gépemet. Hát úgy döntöttem, hogy őtőle megválok. Így viszont nem lesz a olajtesztnek alanya. Ezért egyelőre az olajteszt fel lesz függesztve. Pedig segítő szándék is lett volna, mert jöttek volna páran segíteni.
hogy egyedül nehéz volt, itt szerencsétlenkedtem meg minden. Visszakerült már rá a gyári vezető, ami vadonatúj, gyári új lánc. Patika állapotban van. Haver azt mondta, hogy, és hát haver, barátom azt mondta, hogy neki kell, meglátjuk. Ha esetleg nem kell neki, akkor meg föl lesz adva, hirdetve, mert mindenféleképpen meg kell válnom tőle. Hát ezek a rossz hírek. A jó hír, amire meg kell válni tőle, azt meg ez. Na, hát a bohóc. A bohóc megint vásárolsz. Na nézzétek meg, hülye fejem meg, az meg. Azt mondja, hogy leírás, szervízkönyv, egy láncvédő, egy vezetőlemez, jó kis lánc, ami már nyitva volt, 1-3-as 64 szemes. És akkor kellékek, ezt adom a másik géphez, ezt ki sem nyitom. Hát ez egy már 2-es 50XT. Hát ez lett. Ezért megy a háztól a régi. Régi? Azzal valaki kurva jól fog járni. Hogyha a havernak nem kell fölrakom hirdetésbe, azzal valaki nagyon jól jár, mert ez olyan megkímélt állapotban van, hogy néztegettem hirdetéseket, ahol ki volt írva, hogy megkímélt 550 XP eladó. Hát az a megkímélt fűrészhez képest az enyém az, amit most vették volna a polcról újonnan. Na mindegy, térjünk rá a lényegre. Új családtag. Hát. Lecseréltem. Mindegy, szereljük össze, aztán majd valami lesz. Kell a kulcs. Szóval lett egy 550 XP már 2. Ha már lett ez a lehetőség, hogy a haver azt mondta, hogy neki kell egy fűrész. Haver barátom. Mindig haverozom közben barátom. Na nézzük. Egyelőre megkapja ezt a gyárit. Ezt se viszik túlzásba. Egyelőre megkapja a gyári motyóját. Aztán majd rákerül a sugiharala. Gyors összehasonlításhoz az 550-nel. Most megkapja ezt egyelőre. Nézzük, mennyit kell tekergetni. Nos, nem sokat. Jó, fassa. Várjatok egy kicsit. Na, bocsánat, hogy meg kellett állítani a videót. Jött a nagynéném. Hozott nekem lángost. Most meglátjuk, hogy milyen. Egész jó. Elnézést. Na szóval.
lett egy Mark 2-es 5.50 XP, sima 5.50 helyett. Mondja, megnézzük, hogy... Na. Hát igen. Egy elsőre... Nekem a régi jobban tetszik. Féltem tőle, hogy ez lesz. Féltem tőle, hogy ez lesz, de igazából tök mindegy. Igen, ennek puposabb lett a burkolata. Igen, a más szűrő miatt. Ezen eltűnt ugye a dekószelep. Az újon, a régén még ugye van. Nézem. Igen, kapott megerősítést. A magnézium ház az itt vaskosabb lett, mert nézzétek, nem tudom, hogy mennyire látszik a videó. Le kellett volna, vagy nem kellett volna felszerelni a láncot. Látszik egyáltalán. Mindegy. Menjünk körbe a kamerával. Nézzük a különbségeket. Szóval, itt a magnéziumház. Ez itt vastagabb lett, és a kipufogó is már ide van rögzítve. A réginél, ugye itt van ez, és a kipufogó innen föntről így van rögzítve. Ugye a kipufogója az talán, mintha ennek, hát a fasz tudja, hogy kisebbe vagy nem. Más formájú, de amúgy oldalról lényegében a házon meg a vázon nem változtattak semmit. Gondolom a berántó szerkezet biztos, hogy más lett a indítása a dekószelep hiánya miatt. Ez egy filigránabb gép ez a régi 550-es. Ez egy kicsit most olyan vaskosabb lett. Talán. Amit kinéztem adatokat, felírtam, mert ugye káptalan, nem káptalan az agyam. Ó, megint vibrál a fizét a lámpától. Szóval a régi az, a régi 550 XP, ő az 3,8 lóerő, ugye 50,1 köbcent és 4,9 kiló. Az új az egy kicsit erősebb lett, az 4 lóerős lett. Viszont 5,3 kg. Hát gondolom azért ezekbe lejátszanak ezek az erősítések. Nagyobb lett az eleje is, ahogy nézem. Mert nézzétek meg, hogy ugye máshogy került kialakításra a kipufogó, itt csak idáig ér a forgattyús ház. Itt azért ugye sokkal magasabb lett. Erősebbnek tűnik. Picikét nőtt a minimálisan, mert annak 5,2 deci a tankja, ennek 5,3 lett. A réginek 2,7 volt az olajtartálya, ennek 3,2 lett az olajtartálya. Láncsebesség, maximális fordulat ugyanaz. A löketre nem találtam, mert ugye a köbcentire nem tudom, hogy... A régi 550-ét azt tudom, azt is megtaláltam. A régi 550-é az 43-as henger van benne, és 34-es feles a löket. Ennél nem tudom. Fogalmam sincs. Newton méterbe az 2,8, ez 3,15. Nem tudom. Az úgy... Hát jó, ha persze kisebbnek tűnik. Nem tudom, hogy még mik a különbségek a burkolat alatt, de majd mindjárt leszedjük a burkolatot, azt majd meglátjuk. Ja, meg föltankolom őket, mind a kettőt. Mondjuk nem lesz túl előnyös, mert ezen nagyobb lap van, tehát majd bemérjük a súlyát mind a kettőnek teletankolva. Lehet, hogy csak én vagyok, de más kupak,
Mintha nagyobb lenne a betöltőnyílás is. Igen, talán. Na de várj arra, de lehet, hogy csak a kupak. Na mindegy, hát azt meglátjuk. Most nem, ez föl van töltve szerintem. Mintha az olajbetöltő nyílás is nagyobb lenne az újon. Mintha. De nem, tényleg nagyobb, mert ennek kisebb. Hol egy rohadt mérőszalag? Kíváncsi vagyok. Csak a szemem káprázik. Nézzünk, 5 centitől induljunk. Azt mondja, ez 3 és feles. Ez meg 3-as. Igen, fél centivel nagyobb a betöltő nyílása. Hát azért itt apránként megvan a súlygyarapodás. Szóval tulajdonképpen valószínűleg a tartosság, trönktámasz is egy kicsit nagyobb rajta, de megpróbálom rárakni a, ennek a röntgtámaszát, ugye, mert erre ráraktam a 562-nek a gyárját. Ugye idehozom, azt is megnézzük, hogy nagyobb-e. De nagyobb. Hát ha ez rámegy, akkor erre is fölkerül. Már kicsit brutálisabb. Ne basszam már össze magát a gépet. Nézzük a belét. Ott a belét, hát amennyire látszik a bele. Nézzük, hol van, hol van, hol itt van. Látszik a különbség. Még a színe is más, figyeljétek. Na szóval. Igen, a henger kiképzés is más. Na nézzétek. Mi szembetűnő. Sokkal nagyobb hűtőbordák vannak, nincsen úgy lekerekítve. Teljesen más a henger. Volt hely a gyertyapipán, most ez a gyertyának, mert ugye ebben ilyen hajlított van. Ugye kompaktabbra készült, úgy látom, ez kisebbre. Itt lehet látni, hogy mennyivel kevesebb hűtőborda van rajta. Mindezen, remélem jó észrevehető. Látjátok. Ugye ez a normál ilyen szűrők volt, vagyis hát nem ez, ezt már filcöset én tettem rá, és ugye ez meg már ilyen mini HD szűrőt kapott. Hát lényegében ennyi az össz. Csak van itt egy ilyen terelő, ebbe is. Ugyanúgy van rajta a primer pumpa, az indítás, leállítás ugyanaz. Igen, hát azért változtattak rajta. Úgy láttam itt a hengeren is szépen. Tudom, hogy az a 2000 lóerő. Lehet, hogy ennyi kell a hűtésnek. Nem tudom. Kipufogó, mintha. De hát... Ez van. Annyira nem értek én ehhez. Nem, majd ti a videóban megmondjátok, hogy mi van. Szedjük le a HD szűrőt, nézzünk bele. Jó. Aha, ez már ilyen. Nem tudom, mennyire látszik. Ezt teszek ki.
azért más. Más. Nem sokkal, de... Más. Aha. Nézzétek meg, itt van valami. Tetejére jön föl valami elektromos kütyű. Nem tudom, hogy az például mit célt szolgál. Majd a többiek elmondják. Ennek nincs. Porlasztott a tején semmi. Na, hát ezek így a különbségek. Mindjárt föltankoljuk mind a kettőt. És akkor lemérem súlyra. És ezt meg beröffentjük, kíváncsi vagyok, hogy... Na, megint a rohadt lámpa miatt. Na hát ez ilyen, masszívabbnak néz ki, nagyobb is, úgy látom, hogy a súlygyarapodás az ebből adódik. Tehát ez van. De én azt mondom, hogy... formára... formára szebb formája van a réginek, akárki mit mond. Hát kinek a papné. Nézzük ezt, amit teszem. Ugye a többi az ugyanaz, külső kuplung. Hát azt láttátok, amikor felszereltem rá a láncot, meg a vezetőt. Hú, egy harapása. Lángosba. Állítható olajpumpa azon is. Gyerekek, hát nem tudom. Most hiába mondom azt, hogy majd elválik, mert nálam nem válik el. Majd az idő eldönti, hogy 20 korna. Milyen irányú fejlesztéseket csinált rajta. Majd az szépen elválik. Nem nálam, de... de aki használja üzemszerűen, nem úgy, mint én, az majd elmondja, hogy milyen lett. Töltve. Ezt is feltöltöttük. Letesszük a földre. Most jön az új. Száraz. Igen, sokkal nagyobb a betöltőgyílás. Ah, ez a rohadt kombikanna már megint beznek. Faszom.
sokan panaszkodtak, hogy kicsi a olajbetöltő. Hát ez teljesen szűz. Szűz garázs. Lázizi. Trimmer pumpedli. Mérjünk egy súlyt. Kihoztam a mérleget. Itt van a jó kis mérleg. Nézzük. Hát ezzel a csodálatos vágó szerkezettel, ez 6,6 kg. Nézzük a régit. Na ez a nagyon kemény. Kopra megegyezik a két gépnek a súlya feltankolva. Kopra. Na várjatok. Nézzük. De 6,6 ez is. Jó, mondjuk azon nagyobb a vezető. De hát fél kilóval nem nagyobb. Mert elvileg a két gép között ugye mennyi is van? 4,9-5,3 40 deka. Nem hiszem, hogy a vezetőbe 40 deka lenne. Szóval mondták, hogy nehezebb, de nem nehezebb. Tök jó. Na még egyszer. Nem, na, bocsánat, nem, 6,6. Na, nem csal a mérleg. 6,6, szóval így ezzel a szerkezettel föltankolva, ha csak nem a mérleg szar, de nem hiszem, mind a két gép egyforma súlyú. Szóval, kajaszünet. Na, bocs, csak betermeltem a lángost. Na, nézzük. Na, ugye a pumpedli megtörtént. Indítás az ugyanaz. Ugye, dekószelep már nincs. Röffi-röffi. Thank you.
Hát ilyen. Szerintem az újnak egy kicsit ilyen ércesebb, pattogósabb hangja van, lehet, hogy a kipufogó miatt, nem tudom. Nem tudom, miért hagyták le róla a dekószelepet. Jobb indítani. Jobb beindítani dekóval a másikat, a régit. Fasz tudja. Majd idővel kiderül. Egyelőre ez van. Ha azt a barátom nem viszi el, akkor eladó lesz. Fölteszem majd a fórumra. Egyelőre itt a két jó madár. Ha lesz rá időm, akkor majd kipróbáljuk. Vágok vele egy karikát vagy kettőt, mert ugye más faanyagom nekem nincsen. De... Paszki, sajnálom a régi 550-et. Na mindegy, ez van. Mit akartam még? Más nem. Más semmi sincsen. Ennyi. Hát gyerekek, ennyit tudtam én elmondani, mint amatőr. Nem tudom. Pont azt tetszett abban az 550-ben, hogy ilyen kompakt, kicsi, vékony, keskeny. És az, hogy könnyű vagy nem könnyű, tök mindegy, mert láttátok, vagy ha nem láttátok, de én láttam csak a mérlegen, de tök egyforma súlyú a két gép. Pedig ugye elvileg gyárilag a kettő között van majdnem fél kiló különbség. Imádom az régi 550-et, az egy geci jó fűrész volt. Ugye mindig mondtam, hogy szerintem a legjobb 50 köbcentis fűrész, ami létezik. Hát kíváncsi vagyok, hogy ez mennyivel jobb. De úgy, hogy valami, mint más narancssárga lenne. Nézzük már meg, hogy csinálja. Ezt el is felejtettem. Ja, biztos, hogy 2019-es, azt tuti. Jó, és vak vagyok, mint a ló. Ez egy új modell. Svéd, az biztos. Már kettő ott van rajta. Többit meg, ha látnám, akkor kurva jó lenne. Valahol van itt egy lámpám. Egyszerűen látszik. Azért miért nem tudták ezt ugyanúgy, mint a régieken 2019. Igen. Az meg azt hiszem 2014 utáni, ugye, mert ott volt a burkolatban a váltás, de majd mindjárt megnézzük. Hagyjatok meg, hogy ide raktátok, basszátok meg. Olyan vakoknak, mint én. Ez tök jó helyen van. Hát halljak meg, ha látom. Rohadjál meg! Jó, hát gyerekek, megöregedtem, vak vagyok, nem látom, kész. Buzi fasz, aki kitalálta, hogy oda kell rakni. Idiótaság. Na. Egyelőre a régi jobban tetszik. Akárki mit mond, biztos tök jó az új, de... Nézzétek meg, hát most csak tényleg én látom így, vagy hülye vagyok, de hát... Nem sokkal szebb forma. Olyan kis keskeny, filigrante, meg itt ez a bumszi nagy szar. Nem tudom. Töntsétek el ti, meg majd az idő. Szépen fölkerül rá sugi lap. Azt majd
tesztelgetjük. Na, addig is sziasztok, ez a búcsúszó. Sajnos emiatt elmarad ugye az üzemanyag teszt, ez rossz hír. Nem fogok énekelni, ez jó hír. Azt mondja, a többit meglátjuk. De tényleg teljesen más narancsárga. Rezgés csillapítás, nem tudok mit mondani, hogy az milyen, de más a gép. Sziasztok! Búcsúzom. Hello. Ja, majd lesz, igen, mondtam már, hogy lesz teszt. Vágok vele majd egy pár karikát, mert én csak azt tudok. Na, sziasztok!